Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumban a jövő tanévben egy 6 és egy 4 évfolyamos osztályba várják a most még végzős általános iskolás diákokat. A Tolnai Gimnáziumban a diákokat egy nyugodt, biztonságos légkör fogadja. Egy nagyon jól felszerelt iskola, iskolaudvar, sportcsarnok, sportpálya, uszoda található itt a környezetünkben, ami nagyon lényeges ahhoz, hogy a diákok jól fel tudjanak készülni az érettségére, illetve a továbbtanulásra. De nem csak a sportlétesítményeket illetően mondható el a Tolnai Gimnáziumról, hogy nincs okuk panaszra az idejáró diákoknak. Az iskolában ugyanis az oktatás színvonala is kimagaslónak számít. Az eredményes továbbtanulásnak és érettségének ugyanakkor elengedhetetlen feltétele, hogy egy tapasztalt, magasan kvalifikált, jól képzett és összetartó tanári gárda várja a gyerekeket. Mindenképpen ismernünk kell a gyerekeket és a gyerekek egyéniségét. A kollégák arra törekednek, hogy minél jobban megismerjék a gyerekekben rejlő lehetőségeket, tehetséget, képességeket. A Tolnai Gimnáziumban a nyelvtanulásra különösen nagy hangsúlyt fektetnek. A diákok angolul, oroszul, németül és olaszul is képezhetik magukat. Emelt óraszámú idegen nyelvi képzéssel, ami reményeink szerint azt fogja jelenteni, hogy az utolsó évre, a 12. évre szinte mindenkinek sikerül majd nyelvből leérettségizni, illetve egy középfokú nyelvvizsgát tenni. Tervezzük, hogy kicsit átalakítjuk a nyelvi képzést, az idegen nyelvi képzést, hogy esélye legyen mindenkinek egy eredményes nyelvvizsgára, hiszen enélkül nem tudnak már tovább tanulni a diákok. Ez az intézmény a családias, kisebb tanuló létszámú iskolák közé tartozik. Nagyjából 300 diák tanul nap, mint nap az intézmény falai között. Ez a tény pedig kiváló táptalajt biztosít a közösségépítés számára. A diákok tanulmányi versenyeken indulnak, nagyon sok sportversenyen vesznek részt, csapatjátékokban és egyéni versenyeken is, és ez nagyon jó lehetőség arra, hogy megtanulják, hogyan kell közösségben együtt létezni, együtt dolgozni, együtt gondolkodni, és természetesen koncentrálni a feladataikra. A tanuláson kívül tehát sok minden más program is várja a diákokat, itt az iskolában és az iskolán kívül is. A Tolnai Szent István Gimnázium a Pécsi Egyházmegye fenntartása alatt működik, ez pedig hatalmas anyagi biztonságot jelent az intézmény számára. Az egyházmegye nagyon sok lehetőséget biztosít a gyerekeknek arra, hogy a tanuláson kívül is szerezzenek élményeket, tapasztalatokat, tudjanak közösségként létezni, és egy kicsit kitekinthessenek az iskolából. A lehetőségek 11.-12. évfolyamon szélesednek ki a gyerekek előtt, hiszen választhatnak egy vagy két olyan tantárgyat, amiből emelt szintű érettségére felkészítő foglalkozásokon vesznek részt, hiszen enélkül következő évektől már nem lehet tovább tanulni. Az emelt szintű érettségére pedig egyedül nem igen lehet felkészülni. Kollégáink tapasztalata a vizsgáztatás során szakértőként, szaktanácsadóként, mesterpedagógusként szerzett tapasztalat nagyon nagy segítséget jelent a diákoknak a felkészülés során. Várunk minden olyan hatodikos, jelenleg hatodikos és nyolcadikos diákot, akik szeretnének majd valamilyen irányba tovább tanulni, de talán még nem tudják eldönteni pontosan, hogy merre. Erre itt az iskolában, a gimnáziumban lehetőség lesz, hogy megtalálják az útjukat.